Hello mindenki! Azaz, ismét eljött hozzátok a Weaver hírnek a folytatásával, ami a Weaver Hír 2. És itt van velem úgy szintén Kudi barátunk. Hello! És megint szétbalfaszkodjuk magunkat, és megpróbáljuk túljutni ezen az újabb kihívásokkal teli logikai útvesztőn. És Kudi csinál szobát, nem én. Mert én lusta szar vagyok. Bizony. Már csipogott is a Steam. Ez a játék megvehető Steamen. Most pontosan nem tudom, hogy mennyire, de olyan 5 euró körül lehet, vagy 7, valami ilyesmi. És hát nyilván, hogyha az előző játékból okulva, ugye azt csak egyszer lehetett végigvinni egyféleképpen, most azonnal nyomjátok ki ezt a videót, hogyha végig akarjátok vinni, és töltsétek le és vigyétek végig, különben lefspoilerezzük az egészet. Melyik az enyém, a peasant vagy a lord? Hát ez az, nem tudom. Megnézem... neten? Mondjuk... lord. Lord and Peasant. The peasant is more like the explorer, with the lord being the librarian. Szóval én vagyok a lord. Good? Mondja. Én vagyok a lord. Jó. Akkor play from start, ready. Kiderül, hogy mit tudunk. Nyílik az ajtó. Look out for sudden changes in the room caused by your partner. Oké, szóval elvileg, hogyha csinálsz valamit, akkor változni fog valami a szobában? You can start from checkpoint, you can change key bindings in the options menu. Show what to do, tie describing objects in the room or even the room itself. Use the push to talk function to communicate. Waiting for other player. Na. De cukik ezek a gyertyák. Szóval aki még nem látta az előző játéknak a videóját, az az egész arról szól, hogy ugye Kudi megy körbe-körbe egy valamilyen helyen. Bejátszás. Most már négyen vagy? Jó lenne, hogy. Hívnám Mátét meg tiszt. Ó. Kettőre madad is nagy. Hát lehet, hogy az a kettő volt az előző játékban, nem? Ez jó kérdés. És ugye most másik irányból mentünk be. Mint az előzőleg. Ilyen, nem volt ilyen menő az első játékban. Már csak azt nem értem, hogy miért kell szétválni. Mert rács van az ajtón, és biztos le fog záródni. És soha többé nem látjuk egymást. Én azt értem, hogy miért vagyunk az Ice Climbers. Na itt vagyok. Élek. És most a kezembe van a walkie-talkie, kud, azt a... Oké. Itt vagyok egy... viszonylag zárt térségben. És koporsók vannak, hordó...
lakatolt láda. És kb. Ennyi. Kicsit gyorsan fordul az egerem, de... Nekem van egy ilyen pillárszerű valami. Csillár? Pillár. De pillár? Jó, oké. Okay. Amiben van három ilyen görgős valami. És ilyen jelek vannak rajta. Milyen jelek? Hát tudod, azok a jelek, az a... Ja, melyik a tulipán fejű? Lányúfó hajóba, meg a teknő. Igen, a tulipán fejű, meg ezek, oké. Okay. Ja. Oh. De három másmilyen volt. Mondjad, hogy miért látsz? Akkor mi még kell mondanom? Mondjad, igen. Na, hát van egy ilyen levélszerű, aminek csak az erek látszanak. Levélszerű, aminek csak az erek látszanak. Vagy egy toll, ha úgy veszed. Oké. Okay. Keresem. Vagy egy S, amiben van két... Jó, toll. Értem. Nyugodom. Semmi pánik. És biztos, hogy én vagyok a könyvtáros amúgy? Ez nagyon gyanús, amit tűnik. Semmi nincs, csak ez. Neked csak ez van? Igen. Meg majd előre egy lezártartó. Oké. Okay. Látod, gyertyát, az segít neked valamit? Hát én is annyi gyertyát látok, de még. Várjál, most nagyon alaposan kell. Hát szerintem valahol három jelet keres, azt kell nekem beállítani. Ja, be kell állítani a jeleket? Igen, ezt mondtam, hogy van egy görgő, és azon van... Egy, kettő, három, négy, hat. Szóval három görgő van. Igen. Egy, kettő, három. Oké. Okay. Kell egy... egy ember, aki meghalt és fejjel lefele van, egy pálcika ember. Szóval felül van egy pöcsely, meg két lába. Mint egy szarvasbogár, csak... Most így mondom. Jó, igen. Kell egy homokóra. Igen. És kell egy tulipán. Szerintem. Ja. Zsír. Akkor ez elég egyértelmű volt, úgy tűnik. Oké. Okay. Checkpoint is. Jesus fucking Christ. Hát itt nekem van egy könyv. Várjál, mert ez egy geszély terület, gyorsan körbenézek. Azt ki tudom nyitni? Oké. Okay. De csinált neked valamit? Történt valami? Tudom. Oké. Okay. Oké. Okay. Na, de mondhatod, hogy mit látsz, csak... Egy hát egy baszott nagy tér. Egy csarnok inkább. Aha. Van a közepén egy ilyen kör alakú valami, és van itt 2, 4, 6 gyertya, amit meg tudok gyújtani. Pillanat. De várjál, ez nem minden. Igen. Látok még egy könyvet, amit el tudok olvasni. Igen. És a csarnok két oldalán van egy kék. Egy abis, meg egy hordás zászló. Igen. És akkor ilyen különböző jelek vannak. És így össze-vissza vannak húzogatva. Oké. Okay. Az abis zászlón van jel? Vagy hol van ott neked a jel? Van. Hát úgy kell képzelni, mint mondjuk egy csiszolt gyémánt. És felül van három jel, középen négy jel, és alul meg kettő.
Választanod, be tudod nyomni? Üzé? Nem, menj közel. ez Csak így nézed? Igen. Mert ez, az enyémben csak egyetlen egy jel van. Ez nem tudom miért fontos. Jó, biztos, de... Biztos, mindjárt rátérünk. Mindjárt körülünk a dolgokkal. És a hordás zászlónál is ugyanez van? Igen. Hát ez a könyv, ez igazából egy szerelmes levél a Dear B-nek. És a jobb oldalán nincs semmi? Csak a bal oldalán? Minek? Hát a könyvnek. Mert nekem is van egy szerelmes levél, de a bal oldalon. Nem, nekem mindkét oldalán van. Szét van nyitva egy könyv, igen? És mindkét oldalon. Mindkét oldalon ugyanaz van, vagy két oldalon keresztül megy a levél? Két oldalon kereszt. Várj, az van, hogy Dear B, akkor legyen B, mert szerintem már L amúgy, vagy nem tudom mi ez. My love for you burnt with the integrity of a thousand suns. Your beauty shines as bright as the light of the stars and as colorful as the valami in our garden. Most ez mi? Love you forever, B. Ja, ez a válasz. Ez van ide írva? Ez a válasz? Ez a válasz. Mert ezt ugye a B-nek írta. Ez, amit én olvasok. Aha, és mi van ott neked a leveledben? Hát itt van egy a jobb oldalon sarkában, most én ezt nem tudom eldönteni, hogy le van-e szakítva, vagy csak így bele van rajzolva egy ilyen cicca. De inkább lerajzol, és alatta egy ilyen oroszlán-szerű kép van. Nem tudom, hogy segít-e, vagy mit tudom én. Hát nem, oroszlán nem láttam, de... De igen, mi van írva a bal oldaladra? Szóval nem a választ, amit most elolvastam, hanem a másik, mert nekem az nincs itt. A Dear B, I have never been as happy in my life than the moment I met you, and I am honored to receive your love in valami, exchange talán. Aha. I wish I could be with you forever, and the promise of your eternal love is very thrilling, but the sacrifice is too great. I cannot let you get through with this. I cannot let you destroy the strong, pure heart of yours. Az meg ez kibaszott hülyén betűkkel írtam. Igen. I hope you would understand the things I have done to keep you from making this big mistake. I want you to remember me as I was on that summer night in the Rose Gardens. I want you to remember I will always love you. And I want you to remember I will always be with you even when I am not in this early world anymore. Mm-hmm. The earthly world. Love you forever. És itt van egy pecsétszerű, ami már félig ki van képve az oldalból. Nézelődött. Oké, meg kell gyújtanunk a gyertyákat, szerintem ennyi az egész. Hát jó, de hol? Érted? Hol vannak a gyertyák, hogyha a könyv előtt állsz?
ha a könyv előtt állok, vedd úgy, hogy a könyv előtt egyből van egy, meg vele szembe, és ugye két-két oldalt kettő. Jó. Egy-egy oldalt. Azt, ami közvetlenül veled szembe van, meggyújtod. Igen. Utána... Fú, hogy mondjam neked? Számozd be a gyertyákat képzeletbe? Vagy betűzbe inkább? Betűzbe. De honnan? Ahogy akarod. Csak mondd el nekem, és utána én úgy mondom neked. Hú, várja, itt vannak jelek a gyertyák előtt. Milyen jelek? Most nézem. Az segít valami? Hát nem tudom, mondjad. Hát van egy ilyen bagolyszerű, aminek nincs feje. Mármint, hogy a szeme van csak. Aha. Jó, mondja tovább. Van egy M, ami tükrözve van középen. Igen. Van egy X tükrözve. Van egy ilyen karika egy pálcikával így átdöfve. Van egy X, ami középen van egy kis vonal. Szóval ilyen egyszerű jelek. Nem olyan bonyolultak, mint ami a zászlóknál van. Nem. Jó. Akkor az egy külön dolog lesz szerintem. Szóval, betűzd be a gyertyákat, azzal kezdve, szóval az legyen az A, amelyik közvetlenül előtted van, amikor a könyvről nézed, és onnan indulj el valamerre, és betűzd. Jó, akkor... mondjuk órajárással megegyezően, akkor A, B... Érted, hogy igen. Nekem a bal szóval oldal bal oldali, most. Igen. Úgy, hogy B, C, D, E... B, C, D, E, F... Hát nem. Jó. Hát, érted, A, B, C, okay, D, oké, szóval meggyújtod az A-t. Igen. Aztán az E-t. Utána a D-t. Utána a C-t. Utána az F-et. És a végén a B-t. Mint Béla. Sikerült. Ha! Most felvillant a az is meg a holdán zászló. Na nekem is világít, ha. Várjál, van egy segítségkönyv egy külön szobában. Gyorsan dorohanok. Hát, ha az ír valamit. Más látsz? Na. Oké. Bring forth the innocent maiden and cut off her hair. Van ott valami maiden? Valami szűzlány? Her locks will chain us to this earthly life, so we will never pass through the doors of heaven or hell. The magic symbols need to be embroidered within the... Ja, várjál, ez volt az a Diamond alakú cucc, amit mondtál, hogy három felül, négy középen és kettő alul? Igen. Ah, látom, mit mondasz, oké. Okay. The magic symbols need to be embroidered within the tapestries with thread made out of an innocent hair. Oké. Okay. Szóval kéne keresned valami hajat elvileg. Hát én most a zászlón nekem világít egy ilyen kis pálcika, a Alice zászló. Mi az, hogy egy kis pálcika, hogy néz ki? Hát van egy egyenes vonal. Igen. És a két vége, az egyik a bal oldal az egy kicsit fölfelé, így el van törve fölfelé, a másik oldala meg lefelé. Szóval egy nagyon talzé, vagy S inkább. Csak ugye nem egyrészt fekszik, a másik, hogy nem görbe a most az alisat nézed? Igen. Jó. Na de amit látok még, hogy hozzá lehet rakni jeleket. Szóval itt középen van egy ilyen combination. És akkor ugye hozzá tudok rakni ilyen jó. Különböző akkor jelent. Azt, ami jelenleg van,
azt geci pontosan írd le, úgyhogy balról jobbra, föntről lefele húzod a vonalat. Érted, magyarázd, hogy hogyan húzod a vonalat. Jó. Hogy lerajzolt. Akkor képzelj el egy fekve, egy egyenes vonal. Igen. Amit meghosszabbítasz mondjuk 1 centivel úgy, hogy 45 fokba a bal oldalát fölfele Igen. húzod, a másik oldalát lefele. Igen. És ennyi. Ennyit látsz? Igen. Oké. Okay. Mondjad hát a jeleket. Többi, hát a többi az mondjuk az, hogy egy forog, mondjuk. Az kell. Jó, az kell. Erre berakta a vonalad alá. Igen. Hát úgy van a vonalamban, hogy van egy ilyen T, egy ilyen görbített forogban. Igen. Jó. Na, van egy olyan, de azt nem is tudom használni már, aha. Jó, akkor van egy U betű, aminek két háromszög a vége. Vagy egy U betű, ami két kör alatt. Két kör. Jó, és van egy karika, egy kis pöccsel, meg egy karika szemmel és pöccsel. Szemmel és pöccsel. Jó. Elvileg. Jó, hordás. Futok. Ú, a sprint. Na, ez egyszerűbb lesz. Elektronikában otthon vagy? Nem, de jó. Mondjuk, hogy igen. Akkor egy karika X-el. Ja, izére akartad mondani? Oké. Hát egy a fogyasztó. Igen, oké. Azt még tudom. Jó, mi van? Hát ez érdekes. Van egy olyan, hogy T, és a szárából egy, mint egy nyíl is lenne. Azt szerintem nem kell. Jó. Van itt egy olyan, hogy... hát azt nem tudom, hogy a vicire mondjam. Egy U, ami át van húzva középen, ez az egyszerű. Uh-huh. Az nem az. De, az jó. Legalábbis látok olyat. Jó, mondjuk. Jó. Most az egyetlen, amit tudok tenni, az egy villanyoszló. A villanyoszlop az kell, igen. Jó. Most van egy ilyen csontszerű. Egy jobbra barabas villa kell még. Az ott lehet. Aha, el is fogadtam. Most nem tudom, mi a fasz történt. Nyílt az ajtó? Nem. Ó, gyere be a jelekbe. Középre a shine-ba a jelek. Ja, igen, jó, megvan. És ott mit látsz? Atya ég. Beleálltál? Bele. Ide beesik a hó, what the fuck. Itt van egy útvonal, azt látom, de... Csak a jeleket látod? Hát meg itt középen van egy... olyan, ugye van... Hány jel? 8 jel. Aha. És úgy képzeled el itt a középsőt, a mintát, hogy össze van húzva az összessel. Az összessel? Nem az összessel, várjál. Úgy van, hogy van egy jel, akkor a jobbról-balról kimaradt kettő, és várj, a maradék három. Jobbról-balról. A könyvhöz viszonyítsd. Jó, akkor ahol állok a könyvhöz, de ez tök mindegy amúgy. Ja, várjál, nem. Szóval egy dupla X van nekem itt a könyvnél. Ilyen egymásba kapcsolódó dupla X. Szóval tükrözött X. Ja, hogy azt toljam meg, vagy... Ne, én onnan állok. Onnan mondd, hogy mi a faszom van. Jó.
Mellette? Hát mellette mondjuk jobb oldalon mi van? Egy ilyen... Karika egy pálcikával. Jó, nekem is az van. Na, akkor az a lényeg, hogy most mondd, hogy mi van mihez kötve. Jó, ez a lófasz, ahol álltunk, ez a dupla X. Igen. Ez hozzá van kötve ugye a karika vonallal. A karika vonalhoz? Igen, hát az is össze. Ami mellette van a jobb oldalon? Igen, a széle az, az egészen el tudod törölni? Van. Na. Vagy ez lehet, hogy nem is... Melyet? Tehát úgy kell képzelni, hogy van ez a dupla X, ebből kijön 5 vonal. De a szélén egy ilyen karikába is össze van kötve az összes. Szóval az összes egymás melletti cucc össze van kötve. Mit tudsz júzolni? Minden. A jeleket? Igen. Ja, jó. Nyom meg a dupla X-et. Igen. Csokornyakendő. Igen. Olyan csokornyakendő, ami nem ér össze. Egy ilyen... Nem is tudom mi ez. Ja, amit én bagolynak hívtam. Bagoly? Várjál. Hát... a dupla X mellett van bal oldalon. Várjál, most valamilyen nem bírom használni. Ja, mert ez ég. Igen. Ez nem a dupla X, a dupla X. Mi volt utána? Csokornyakendő. Utána pedig a dupla X mellé balra. Ja, igen. Az a bagoly? Nem. Ja. Ez egy tükrözöttem. Ja, jó, oké, látom, tükrözöttem, oké. Onnan szembe a szárnyas villámhoz. Szárnyas, igen. Onnan a körpácika. Igen. Halacska. Halacska, igen. Még egyszer ez. Hosszú lábú teknős. What the fuck? Vagy vízipók. Ja, jó, igen. És végül az utolsó, amit kihagytunk, ez a hangya. Négy lábú hangja. És vissza kell menni az X-re, vagy mi van? Most benyomtad őket ilyen sorrendben? Igen. Ennyi. Mi tudsz bármi más benyomni? De. A villám és a dupla X kivételével az összeset. What? És jó, mert még megy a tűz itt a összeköttetésekbe. Mi az, hogy megy a tűz az összeköttetésekben? Szóval, hogy mert úgy, ugye, hogy a egymással szembe lévők ugye össze vannak kötve nyilván. Igen. Na és azt, hogyha összekötöttem őket, egy ilyen tűzcsóval mutatja a cuccot. Ja. Hogy ugye össze vannak kötve, szóval még aktív. De az összes júzolható lófasz, hát ez a... ikonok ugye égnek, szóval... És a tűz közepén az? Ja. Basszam el, azt kezdjük előre. Hát nem tudom, hogy mi nem jó, mert összekötöttük mind a 8-at.
tudja, hogy itt van. Jó, akkor szerintem még egyszer nézzük. Jó, akkor megint betűzünk. Jó. A biztonság kedvéért. Jó, akkor dupla X az alsó oldal mutató járásával. Jó, oké. Akkor A, B, C, D, E, F, G, H. Ja, igen, H-ig megy, oké. Szóval... A-ból F-be. Igen. Onnan B-be. Igen. Onnan... E-be. Lehet elrontottam. A, B, C, D. F, ugye az első. Utána a B. B után jött ez. E. Igen. Igen, igen. Utána H. Igen. Utána D. Igen. Utána G. Igen. És utána C. Na, akkor az előbb rosszul kötötted be. Lehet, hogy a izét, a vízipók csodapókot. Hát én nem tudom. Itt lefele kell, hogy főtted. With these knives and with these words, her blood will deal our fate. For her sacrifice, we will rule and roam these lands forever. Elvileg beleszel, szerintem zárva valahova, tudod, megint ilyen időre menő feladat lesz. Hát jó, de én itt most itt feljöttem ezen a szaros csiga lépcsőn fölfele, az... jó, megvan, hogy mi történik. Na mi? Hát, hogy már visszafele nem tudok menni, mert egy láva folyóval. Úgyhogy, mondom, mit látom. Itt a lépcsőhez fölfele el van zárva az utam 7 darab bírre. Mi az? Lánzsa. Aha. És látok a bírek mellett a falon egy keresztet. Tudod, egy kereszt. Mert és hogy Krisztus van... keresztet, vagy... Igen, 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 igen. Ha megtaláltam az ajtót. Na és ugye a Krisztus kereszt fel van osztva, mint hogyha így össze akarna hajtogatni ugye egy papírkockát. Aha. Tudod? Aha. Na és akkor ugye van benne 6 szimbólum. Aha. 4 fajta. Aha. Milyen? Most történt valami? Várjam egy pillanat, mindjárt jövő. Na, bocsánat, itt vagyok. Na, szóval... 4 fajta szimbólum. Itt vagy? Igen. És van 3 szög... 5 szög, 4 szög, meg... 5 szög, 4 szög, meg egy ilyen karika, ilyen iránytű. Aha. És hány ilyen izé van, spear?
7. Oké, okay. Mit kell csinálnod a spirekkel? Hát ez baromi jó kérdés, mert én még nem értem. Hogy hol vannak ezek a jelek? Ezek a háromszög, négyszög, blablabla. Bla. Hát te mondtam, hogy a kereszt a falon, így ugye fel van osztva, mintha papírkockát akarna összehajtogatni. És mindjárt meghalok. Várjál, mi az, hogy kereszt a falon? Hát így van egy előtted? Fából kifaragott kereszt a falon. Előtted? Előttem. És a túloldalon vagy most? Nem, mondtam, hogy a spírne, ugye jöttem föl a csiga lépcsőn. Igen. És ugye beleakadtam a spírekbe, most fogok meghalni. Oké. Okay. Na szóval, ugye mész fel a csiga lépcsőn, és ugye két oldalon, ugye az egyik oldalon fal van, a másik oldalon meg ugye szakadék, vagy korlát. Másik oldalon szakadék, vagy korlát, igen. Most mi történt? Hát meghaltunk, szóval nem nyomtál retrit, nem? Hát nem is tudtam. Hát rá kellett nyomni a alul bal oldalt a szövegre. Hol itt van? Itt volt valami kard, amit megpusztam. Ma most megint... Hát igen, azzal nyitod nekem ki az ajtót, nem? Vagy én ők hülye? Hát eddig nem húztam meg. Jó, na. Úgy kell képzelni, hogy ugye kijön jobbról a falból, 7 darab spear egy oszlopba. És jobbra nézek, itt van egy kereszt, felosztva 6 négyzetre, amiben van a 4 fajta jel. Értem. És semmit nem tudok csinálni. Semmivel. Ah, mindig másik nyílik ki, oké. Okay. Megvan, megvan. Szóval... És akkor úgy van, hogy föntről lefele mennek a spírek? Igen. Hú, bazd meg. Mi az első jel? Háromszög. A felső a keresztből? Igen. Háromszög. Jó, itt a kövi, itt is 7 speed van, és iránytű a legfelső. Igen. Na, a legfelsőt mond. Biztos iránytű van legfelül? Igen. Utána balra néző háromszög, ötszög, jobbra néző háromszög, tudod, ez a keresztnek a, ugye a keze. Ah, meg kell találnom a jó kockát, kurva jó. Na akkor még egyszer össze kell raknom a fejembe a kockát. Ugye van az iránytű. Igen, iránytű felül. Igen. Alatta közvetlenül. Alatta közvetlenül a ötször. Igen. Bal oldalon. Balra néző háromszög. Jobb oldalon. Jobbra néző háromszög. Jó. A ötszög alatt. Négyszög és ötszög. Négyszög és ötszög. Szóval két ötszög szemben egymással. Mind a két ötszög fölfele néz? Nem, a egyik az kicsit balra, a felső, az alsó meg kicsit jobbra. És az iránytű fölfele néz? Nem, balra. Az iránytű balra néz.
meghalok. Na ez geci nehéz. Hogyha tényleg így meg kell találni a izét. A kockát. Szóval az első szerintem kb. Csak mázli volt, hogy eltaláltam. Mert nekem van 7 kocka. Jó, mondom is, hogy egyből az első. Jó, hát oké, de szóval nekem van egy geci nagy terem, és random kinyílik egy ajtó, ahova be kell mennem, és vannak ezek. Megvan? Jó, na. Van egy teljesen hagyományos ötszög. Először a felsőt mond. Azt mondom. Teljesen hagyományos ötszög. Jó, mi van alatta? Alatta háromszög, balra vagy jobbra néz. Várjál. Az a háromszög jobbra néz. Igen. Ott a háromszög. Az nem az. Ötszög. Alatt a háromszög, ami jobbra néz. Nem az. Ötszög, a háromszög, ami jobbra néz. Mellette irány, bal oldalon iránytű, jobb oldalon ötszög? Nem, jobb oldalon háromszög. Faszom. Szóval bal oldalon iránytű van, az stimmelt. Igen. És a jobb oldalon meg háromszög. Igen. Az meg... Ami bal oldalon néz. És köszönöm, hogy ez hülye. Meg fogok majd. Szeg ez lesz. Nem. Azt a kurva, ha elrontod, akkor kb. A... Nem tudom, a negyed lépcső így visszamegy. Visszamegy? Aha, visszamegy, úgy esek le ugye, hogy eltűnnek a lépcsők. Ó, kösz lesz. Hát most nem tudok mit csinálni, nem tudom átnézni az összeset így. Még egyet megpróbálok, gyerünk? Hát akkor már estem, amikor már mondtad. Jó, most felsprintelek. Nem tudok erre módszert, hogy tudom jól megcsinálni. Jó, iránytő, ami jobbra, balra néz, ötszög, jobbra háromszög, ami jobbra néz, és balra háromszög, ami balra néz. A bal oldalán, a bal oldalon ötszög volt megint? A bal oldalon háromszög, középen van öt. És a jobb oldalon? Háromszög. Merre néznek a háromszögek? Mert akkor ez nem az. A jobb oldali jobbra, a bal oldali balra. Jobb oldali jobbra, bal oldali balra, szóval kifele néznek. Merre néz a hülye izéd? Iránytűd? Balra. Balra? Igen. És ötszög van alatta? Igen. Balra néz, ötszög van alatta, háromszög. Kifelé néznek ugye a háromszögek? Igen. Balra, alatta ötszög, nem. Balra, alatta ötszög, nem. A iránytűvel kell mindig kezdeni, mert azt fogja nekem megadni. Megvan. Jó.
Jó, mi, bárhol van, az iránytűvel kezd, és mondd, hogy hol van. Az iránytű a baloldali kéznél van, és balra néz. Jó. Csak keresem, hogy tel megy. Faszom, hogy ér ki. Ja, ott. De jó. Ez az utolsó hely, amit megnézek. Szóval baloldali néhány... Jó, oké, okay, mi van középen? Háromszög, jobbra néz. Balra néz, akkor mellette kell egy háromszög, amit befele néz. Jó, fölötte mi van? Ötszög. Alatta négyszög, jobb oldalán háromszög befele. Igen. Az iránytű középen és fölfele néz. És ahogy nézem, az... Mi az, hogy középen és fölfele néz? Mi a közép? Alulról a második? Fölülről a második. Fölülről a második. És fölfele néz. Jó. Fent háromszög. Igen. Jobbra néz. Igen. Jobb oldalon háromszög le. Bal oldalon négyzet? Igen. Sík. Jó. Akkor ez mázli volt, mert egyből a jót fogtam meg megint. Atya ég, várjál. Ó, most rámenned engem is. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok erre a kis bevezetésre. Hogyha szeretnétek megnézni, hogy ezek után mi történt, akkor szeretettel várunk titeket a következő folytatásban is, és akkor ki fog derülni, hogy mi, hogyan működik ebben a kastélyban. Sziasztok!